Egy óvodás gyerek szúrt le egy malacot a felnőttek biztatására a Baranya vegyei sejjén. A horrorba illő jelenetet ráadásul fel is vették a felnőttek, és kitették azt az internetre. Pécsi állatvédők felháborítónak tartják a történteket, ezért állatkínzásért feljelentést tettek. Hatalmas felháborodást váltott ki ez a telefonos videófelvétel az egyik közösségi oldalon. Két felnőtt leszorít egy visító malacot, az állatot ezután az óvodáskorú kisfiú mészárolja le a kezébe adott késsel. A felvétel olyannyira felkavaró, hogy a szúrás pillanatát nem mutatjuk. A horrorba illő jelenet a Baranya megyei Sejjén játszódott le, még szilveszterkor. Atya Isten! Hát, még ilyet nem hallottam Sejjén. Ön szerint szakszerű volt ez így, vagy nem kellett volna, hogy ez így történjen? A helyiek, akik ismerik a családot, nem mertek nyilatkozni. Kamerán kívül azonban elmondták, hogy jó módonak ismerik a családot, és nem értik, hogy miért adta a kést a kiskorú gyermek kezébe. Az ügyben feljelentést egyébként egy pécsi állatvédő egyesület tett. Ennek részleteiről azonban ők sem kívántak nyilatkozni. Más állatot vagy akár embert is bánthat később az a gyerek, aki ilyen fiatalon a felnőttek beleegyezésével és biztatásával gyilkol meg egy disznót, mondta híradónknak egy állatvédő. Ráadásul a sertés feltűnően értelmes állat, aki különösen szenved a készszúrástól, ahogy azaz amatőr felvételen is látszik. Szerintem, hogyha egy kisgyerek megsimogat egy disznót, az sokkal maradandóbb és pozitív élményt jelent neki, mint ez az eset. Hogy a Sejjén történtek állatkínzásnak minősülnek-e, azt már a nyomozás fogja kideríteni. Aki gerinces állatot oly módon indokolatlanul bántalmaz, vagy olyan bánásmódot alkalmaz vele szemben, amely az ő pusztulását vagy maradandó fogyatékosságát idézi elő, az követi el az állatkínzást. Mivel láthatóan nem a malac szándékos kínzása volt a cél, jogilag kérdéses, hogy hogyan fogják majd megítélni. Az pedig, hogy a videón látható felnőttek kést adtak az óvodás kezébe, önmagában nem számít bűncselekménynek a szakértők szerint. Az ügyben a Siklósi rendőrkapitányság nyomoz.